Dávida Megaversnek a tudósítója. Műholdas kapcsolással kapcsoljuk Dávidot a különböző helyszínek között, mert hát keresi a követet, hogy hova tűnt el az a követ. Kányádi Sándor, az elveszett követ. Az én versem tulajdonképpen egy híradóként lett megformálva, és hát ez is volt igazából nehéz, hogy ahogy járkáltuk körbe a helyszínt, mert én minden helyszínre elmentem, így a kastélyon belül, hogy tényleg az, hogy ez egy szenzáció, és nem úgy, mintha egy verset kezelnék, hanem így mondanám, hogy különleges dolgok történtek itt ebben a kastélyban. Dávidnál a koncepció nagyon tetszett, hogy végigment az összes helyszínen, és hogy ezt gyakorlatilag közvetítette. Amikor Dávid össze-vissza mászkált a kastélyban és a különböző helyszíneken forgatott, az olyan hangulatot adott az egész forgatásnak, hogy minthogyha ott lenne abban a pillanatban, és ez annyira jó volt, hogy újra átélném ezt az egészet. Dávid filmje tulajdonképpen film a filmben, összefoglalja a mi kis filmjeinket is. Kányádinak egyik legismertebb verse, humoros verse, és Dávid a humoros oldalát csillogtatja meg ebben a versben, és hát sziporkázik, és ő bejárja az összes forgatási helyszínt.